kiállítás a 30 éves évforduló alkalmából le kell adni a vállalkozói igazolványt, zilahi alapkőletétel, többet vásárolunk a karcagi és térségi kisboltokban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 12-én 18 óra 5 perckor. A karcagi többcélú kistérségi társulás szociális szolgáltató központ az értelmi fogyatékosok napközi otthona megalakulásának 30. éves évfordulója alkalmából kiállítást rendezett a Dériné Kulturális Központban. A kiállításon, ahol csodálatos tárgyakkal találkozhatunk, a fogyatékkal élők világnapján nekünk kellene megajándékoznunk a kiállítókat, kezdte megnyitóját Dobos László polgármester. Aki szerint ugyanolyan embertársaink a fogyatékosok, mint bárki más. A méltóság ugyanúgy megilleti őket, mint bárkit ebben az országban. 1992-ben a fogyatékkal élők világnapjával nyilvánítsa, és legalább ezen az egy napon hivatalosan is emlékezzünk azokra, akik valamilyen oknál fogva, legyen az baleset, betegség vagy bármilyen katasztrófa okán sérülést szenvednek, sérüléssel élnek. Nem könnyű így, hiszen tudjuk, hogy sok esetben a nem sérült embereknek sem könnyű beilleszkedni a társadalomra, de ha valaki meg bármilyen fogyatékkal éli mindennapjait, annak főképpen nehéz, és azt úgy gondolom, hogy mindannyiunknak kutyakötelesség őket segíteni és támogatni, hogy az alapbeilleszkedés minél könnyebb legyen. Én azt gondolom, hogy a városban működő napközi otthon ennek egy csodálatos példáját mutatja, hiszen érdekes módon hamarabb, mint ahogy az ENSZ ezt a világnapot megalkotta volna, került sor itt a városban a ÉLÓ megalakítására, egészen pontosan 1989-ben, és azóta is töretlenül fejlődik, több fenntartója volt ennek az intézménynek. Jelen pillanatban a Karcagi Kistérségi Társulás adja a munkáltatói szerepet. Remélem, hogy mindannyiunk megelégedésére, és ennek megfelelően természetesen elsősorban a karcagi rászorulókkal foglalkozik az intézmény, de a kistérség mindazon településéről fogadnak rászoruló embereket, hiszen maga az intézmény nyitott, és bárki, aki erre rászorul, örömmel fogadja. A kiállítás fő témája a mesevilágából hoztuk. A Grimm fivérek egyik legnépszerűbb meséjét próbáltuk életre kelteni a magunk mondján. Hangzott el Kun Csilla intézményvezető köszöntőjében. Év elejétől készültek a napközi otthon tagjai a kiállításra, ötleteket gyűjtöttek, folyamatosan tervezték, alakították az elképzeléseiket, melyeket lépésről lépésre valósítottak meg. Különböző anyagok, papír, fa, műanyag, élő növények kerültek felhasználásra. A kiállítás sok eleme újrahasznosított papírból készült, melyek kialakításához a papírt tépték, vágták, áztatták, pépesítették, majd formázták vagy formába öntötték. Különböző kézműves technikákat alkalmaztak a kiállított tárgyak létrehozása során, így például volt papírfonás, ragasztás, kötözés, papírmasé készítés. A famunkák hulladékfa anyag felhasználásával jöttek létre, melyek összeállításakor nem használtak fúrót, ragasztással, kötözéssel illesztették egymáshoz az elemeket. Újra hasznosításra került 85 kg papír, körülbelül 100-120 kg hulladékfa anyag. Itt kell megemlítenem, hogy életre kelt a kidőlt akácfánk is a látott kiállítási tárgyak esetében. Felhasználtak 10 kg cementet, több kiló kavicsot, 4 zsák szárított falevelet és más természetes anyagot. A napközi otthon tagjai körében a legjobban kedvelt tevékenység volt a papír előkészítése, feldolgozása
illetve a festés, facsiszolás, fűrészelés. A munka mellett azért kikapcsolódásra, pihenésre is jutott idő természetesen, volt sok kacagás, nevetés, vidámság. A napközi otthon tevékenysége 5 éve egy újabb színpolttal gyarapodott, a konyhakert művelésével. 2015 óta minden évben részt vettünk a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertje versenyen, melynek eredményeképpen 2 országos díjat nyertünk 2016-ban és 2017 évben, majd 2018-ban és a jelen évben külön díjat adtunk. Az elmúlt években 73 féle zöldséget, 19 fűszernövényt termeltünk, termesztettünk, mindezeket vegyszermentesen, különféle házi praktikák felhasználásával. Erre a tevékenységünkre nagyon büszkék vagyunk, hiszen a mi példánkat követve több szociális intézmény is csatlakozott a programhoz. Úgy gondolom, hogy munkánkkal a hétköznapokban is biztosítjuk, hogy nem csak egyetlen napot szentelünk a fogyatékkal élő emberekre, hanem mindig kiemelten fordulunk feléjük. Jelentette ki Kuncsilla, aki mindenkinek megköszönte a folyamatos támogatást. Kedves nézőink, a következő percekben a Karcagi Járási Hivatal vezetőjének a tájékoztatása következik. Fontos határidő következik, amely az egyéni vállalkozókat érinti. A Karcagi Járási Hivatal részéről tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. január 1-ével megszűnt az egyéni vállalkozói igazolvány jogintézménye. Így 2019. december 21-ig kiállított érvényes vállalkozói igazolvány érvénytelenné vált. Az egyéni vállalkozók az érvénytelen igazolványokat kötelesek leadni személyesen vagy postai úton 2020. március 1-ig a Karcagi Járási Hivatal kormányablak osztályának. Postai megküldés esetén Karcagi Járási Hivatal kormányablak osztályának 503-1 Karcag postafiók 73 személyes ügyintézés helyszínei. Kormányablak Karcag Kossuth tér 1. Kisújszállás, Szabadság tér 1. Személyes ügyintézéshez lehetőség van időpontfoglalásra az időpontfoglaló.kh.gov.hu felületen, ügyfélkapun bejelentkezve. Telefonon a Karcagi kormányablakba a 0659 795 268-as telefonszámon. A kisújszállási kormányablakba szintén 59-es körzet 795 222-es telefonszámon. Királyhágó melléki református egyházkerület és a Veselényi Szorvány Kollégiumért Alapítvány meghívására ellátogattak Zilahra testvériskolájukba, a Zilai Református Veselényi Kollégiumba a Karcagi Nagykun Református Gimnázium képviselői. Mint Kisari Katalin igazgatóhelyettestől megtudtuk, a látogatás apropóját az új iskola épület alapkövének ünnepélyes letétele szolgáltatta. Karcagot az ünnepségen Kisari Katalin és Türke Beáta tanárnők, valamint Béres Anna és Gyökeres Mária 10C osztályos tanulók képviselték. Ez a bizonyos kapcsolat ezzel az iskolával már mintegy 6 évre nyúlik vissza. A Zilahi Református Veselényi Kollégiummal 6 évvel ezelőtt indult el egy kapcsolat a Határtalanul program keretében. Voltak már ott diákok tőlünk, illetve tőlük is jártak nálunk, és néhány évvel ezelőtt pedig egy kolléganő volt 2 hete szakmai gyakorlat keretében nálunk töltve néhány napot. Most egy nagyon kedves és megható ünnepségre kaptunk meghívást tőlük, hiszen több eseményt is összekapcsolva tartottak egy megemlékezést. Az egyik nagyon fontos évszám volt, hogy 160 évvel ezelőtt született dr. Kincs Gyula, az ottani református kollégium igazgatója, és ő az egyetlen olyan igazgató, akinek a nevéhez az építő jelzőt is hozzá kapcsolták, hiszen mintegy 100 évvel ezelőtt történt utoljára alapkőletétel Zilahon, ahol oktatási intézmény épületét kezdték el építeni. És így 100 év után ismét aktuálissá vált a dolog, hogy bővíteni kell, építkezni kell, és ahhoz, hogy az ottani magyarság meg tudjon maradni, legyen egy erős bázisuk, ezért szükségessé vált egy iskola épületének újra megépítése. Ezt az is indokolta, hogy annak idején
amikor a református egyház át kellett, hogy adja az építményeit, épületeit, oktatási intézményeit, akkor ez a bizonyos épület is, amit használtak, a Veselényi Kollégium állami fenntartásba került, és a rendszerváltásnál, amikor visszakapták sorra egymás után a református egyházak az épületeiket, intézményeiket, ez az iskola nem került vissza az eredeti fenntartó kezébe, és a mai napig harcolnak a régi ősi falakért, azért az iskola épületért, ahol annak idején az a bizonyos oktatás elindult. Most is él, és van ez az iskola, de több helyen szétszórva, és nem adták fel a küzdelmet, hogy az eredeti épületet visszanyerjék, de emellett láthatóvá vált, hogy nincs idő várni tovább, hogy ők visszakerüljenek ebbe az épületbe, tehát új épületre van szükség. Ezt a hívószót megértették a zilahiak, és egy család lemondva örökségének egy részéről lehetőséget biztosított arra, hogy a belvárosban átadtak egy épület, területrészt, ahhoz, hogy itt egy új iskola épülhessen fel, korszerű körülmények között, minden olyan lehetőséggel felszerelve, ami biztosítja a diákok tanulását. És mindez történik a Szilágyságban, ahol egész nagy területen élő fiatalokat, magyarokat próbálnak összefogni, és lehetőséget biztosítani számukra, hogy magyar nyelven hallgassák a tanulnivalókat, és tanulhassanak, szerezhessenek tudást. Két tizedik évfolyamos tanuló kísért el engem, illetve kolléganőmet, Türke Beáta vallástanárnőt, erre a bizonyos útra. Érdeklődéssel vettek részt ezen. Egyrészt maga a környezet, másrészt az ottani tanítási rendszer bizony eltér a miénktől. Egyrészt, hogy mikor vannak szünetek, milyen hosszúságú az, másrészt pedig milyenek a követelmények arra felé, ebben is van azért különbség. És bizony ezek az alkalmak lehetőséget biztosítanak arra, hogy az eszmecsere megtörténjen, kapcsolat épüljön a diákok között. És hát tudjuk, hogy így a 21. században a Facebook és egyéb lehetőségeken tartják is a kapcsolatot egymással, és jó barátságok tudnak így kialakulni. Úgyhogy ezért is örülünk az ilyenfajta lehetőségeknek, hogy olykor személyesen is tovább építhető a kapcsolat. A program első napján a temetőkertbe dr. Kincs Gyula egykori igazgató síremlékéhez látogattak ki. Az emlékezés virágainak elhelyezése után a református templomban Lukács Levente, az iskola lelkésze fogadta a vendégeket, akik innen átsétáltak a kollégium régi épületéhez, majd az új iskola épület számára megvásárolt telekhez mentek, ahol két éven belül felépül az új ötszintes, minden szempontból korszerű, oktatásra alkalmas új gimnáziumi épület. A reménységek szerint egy másfél-két éven belül várható, hogy tető alá is kerül majd, és valóban úgy fog funkcionálni. Itt kívántuk Isten áldását rájuk, és hogy a terveik szerint tudjanak haladni, de hogy valóban két év múlva még egyszer utazhassunk hozzájuk, immáron azért, hogy megcsodáljuk azokat az épületeket, azt az épületkomplexumot, aminek most még csak a látványtervét nézhettük meg. Másnap a belvárosi református nagytemplomban az ünnepi istentiszteleten Csűri István, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke hirdetett igét. Majd Bara Lajos István igazgató, egyházkerületi főgondok ismertette a zilahi református Veselényi Kollégium iskolaépítési tervének körülményeit. Az ünnepi műsor után bemutatták a vendégeknek az új iskola látványtervét, majd elhelyezésre került az időkapszula az alapkőben. Tavaly mintegy 17 ezer kiskereskedelmi üzletben közel 2500 milliárd forintot költöttek a magyarok, ami 7%-kal haladja meg a 2018-as összesített éves forgalmat. Karcagon a kisboltok forgalma elsősorban ünnepnapokon ugrik meg. A mennyiségi eladás mintegy 2%-kal emelkedett. A bolttípusok körül őrző vezető szerepét a Discon derült ki. A Nielsen 100 élelmiszer és 80 háztartási vegyi áru és szépségápolási kategóriát monitorozó kiskereskedelmi indexéből. Az elemzés szerint tavaly csak az élelmiszerekre 2000 milliárd forintot költöttek a vásárlók, 7%-kal többet, mint egy évvel korábban. Értékben változatlan a legnépszerűbb kategóriák sorrendje. Vezet a feldolgozott hús, a sör és a sajt, az utóbbi két kategória átlag felett nőtt. Az értékesített élelmiszerek 70%-a gyártói márkás.
A háztartási vegyi áruk és testápolási termékek növekedési üteme elmarad az élelmiszerekétől 6% volt. A tavalyi forgalom értéke meghaladja 470 milliárd forintot. A mennyiségi eladás stagnál. Az elemzés szerint a vegyi áruk esetében minden 5 forintból 4 egy gyártói márkára költenek a magyarok. A diszkont 27%-kal őrzi vezető szerepét a boltípusok közül. Karcagon előnyben részesítik a vásárlók azokat a kis magánboltokat, ahol mindent meg lehet kapni, és gyorsan pár perc eltöltésével be is lehet fejezni a vásárlást. A térségi kisboltokban azt mondták az eladónk televíziónknak, hogy ők szeretnek beszélgetni a vevőkkel, szinte mindenkiről tudnak mindent. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!